Itt szeretettel köszöntök ezen a mai összejövetelünkön. Egyetlen egy napi rendi pontunk van, Tamás levelező tagságának a székfoglalója. Ugye idén május 23 május 3-án a 195. akadémiai közgyűlésen választották őt meg új levelező tagnak. Tisztelettel köszöntöm az ez alkalommal megjelent legfelsőbb vezetők közül Kollár László főtitkár Köszöntöm a Műszaki Tudományok Osztályának tagjait, kollégákat, barátokat, családtagokat. Tudományos előadásunk fogunk most részt venni, de nem csak egyszerű előadődés, hanem ünnep is ez az alkalom mindannyiunknak. Ünnep a tudomány szempontjából, Ünnep az Akadémia életében egy új tag méltó, ünnepélyes beiktatása, ünnep a kollégáknak, barátoknak, családtagoknak, akik valamilyen módon részesei lehettek, lehetnek annak az életpályának, amely most egy jelentős állomáshoz érkezett. És ünnep magának az előadónak, Tamásnak, az új tagnak is, akik székfoglaló előadásával nem csak hivatalossá teszi, akadémiai tagságát, de minden bizonyal megosztja örömét önökkel, és mindegy beavatottá teszi önöket is ebbe a tudomány területbe, melybe kimagasló eredményeit elérte. Nincs ideírva a silabuszba, csak úgy mondom, hogy az ilyen összegzéseknél elő szokott fordulni, hogy egy nagyszerű, sokat hivatkozott tizen évvel az előtti cikkbe is az ember még egy-két egy elgépelést észrevesz, vagy a hatványkitevő három kettet helyett két harmadon van. Én követtem el ilyet, most ne nézd meg, hogy volt -e már ilyen, majd ezt később le lehet rendezni. Tamás 57-ben született, én is 57-ben, úgyhogy úgy mondjam, lelkitársak vagyunk ebből a szempontból is, és 2001 óta az MTA doktora. A Staki Tudományos Tanácsadója és a Gépi Érzékelés Kutató vezetője, továbbá a Műegyetem Közlekedés és Járműmérnöki Karának egyetemi tanára. Ezek mind nagyon-nagyon értékes pozíciók. Szakterülete integrálja a negyedik technológiai forradalom fény alapú érzékelésének és a térintelligencia modellezésének világát, miközben a szerteágazó témák legjelentősebb folyóirataiban publikál. Ez idáig több mint 310 tudományos publikációja jelent meg, köztük 86 rangos nemzetközi folyóiratokban kiemelkedő mérőszámokkal. Úgynevezett Q-értéke 8 impact faktora 98,6, majdnem 100, ismert független hivatkozásainak száma pedig közel 2000, hírsindexe 25, szintén nagyon magas. Az optoelektronikai eljárások és képelemző megoldások terén végzett kutatásai eredményeként hat szabadalom részese az USA-ban, Japánban és az Európai Unióban én nem árulok el titkot azzal, amikor a végső szétlövés volt a levelező tagi posztoknak az elosztásában, akkor egy jó pillanatban eleresztett, hat szabadalma van megjegyzéssel, igazából be lehetett, tehát nem változtatni, hanem be lehetett biztosítani ezt a levelező tagságot, mert az akadémiának gondolom mindig, de az utóbbi időben még inkább az innovációs tevékenységben való eredményesség fölmutatása, ami ennek a végső állomása a szabadalom, különösen, hogyha az külföldön van bejegyezve, az nagyon-nagyon számít, és számítson is, és olyan helyekről, mint a Staki, illetve a Műegyetem, ezt egyébként mi tudjuk nem is olyan igen-igen nagy művészet bemutatni, hiszen azok a helyek, ahol egyfajta kényszer is, de úgymond élvezet és a tevékenységünknek a a belső része, hogy a felfedező kutatástól a szabadalmakig visszük kísérjük végig a, a dolgokat, és ez, ha más nem, mi tudjuk, hogy ez a legnagyobb szakmai és entelektüel élvezet, aminek részese lehet az ember. Eredményei különösen értékesek a sokszenzoros eseményelemzésben és a gépi látásban. Kiemelkedő kutatási eredményeket írt el a Markov véletlen mezőn alapuló mozgás és változás alapú Képszegmentálásban, a statisztikus alapfelismerésben, valamint a gráf alapú osztályozási eljárások területén. A kettős iterációs képgeometria eljárásokban elért főeredményei a kamerarendszerek mozgáskorreláció alapú geometriai regisztrálása, valamint a fókusz térkép mérése dekonvolúciós eljárásai új ortogonalitási metrikával. Amikor ezeket olvasom, úgy képzelem, hogy remélem, hogy egy önvezető jármű valamilyen tulajdonságokkal visz bennünket jó irányba és időben odaérünk, ahova akartunk menni. Szabazalmaztatott alaperedményeket ért el a textúra szegmentálás területén, További szabadalmaztatott eljárás dolgozott ki a dinamikus térbeli folyamatok elemzése és modellezése terén. Legújabb alkalmazásorientált meghatározó eredményei az intelligens képi szenzorok tervezésével függnek össze. A magas szintű térérzékelést alkalmazza a környezetmodellezésben az autonóm járművek tájékozódásához, a műholdas és felvételekből történő föld megfigyelésre és az épített tér háromdimenziós feltérképezésére. Mérnöki tevékenysége jelentősen hozzájárult a következőkben felsorolt termékekhez. Első magyar lézernyomtató, felújított archívfilmek, vizuális processzorok és célhardverek tervezése, háromdimenziós stúdiótechnikai eljárások, kamera alapú biztonságtechnikai megoldások, autonóm környezetérzékelő robotok. Úgy kíváncsi lenne az ember, hogy ebből mi volt a, úgymond a pénzkereseti munka ténylegesen, és mi volt a hobbi, amivel csak így ezt megoldottad és termékké tetted. A tudomány ünnepe alkalmából 2014. november 10-ére megszervezte a vizuális informatika, a számítógépes látás és grafika kutatása című tudományos ülést az akadémián. Szirányi Tamás több évtizede kimagasló termes teljesítményt nyújtott tudományos kutatásban, és szakterülete tudományos iskoláinak kialakításában. Munkássága összekapcsolja a gépi érzékelést, benne a fizikai és biológiai világ leképzését, a szenzorhálózatokon alapuló térintelligenciát, eljutva a környezet magas szintű modellezéséhez, támogatva az ember-gép kutatását iskolateremtő munkát végzett. Iskolateremtő munkáját az által alapított egyetemi kutatólaborok, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaság Egyetem, továbbá az OTDK-k diákjai, mestertanár, diplomázói és Kilenc eredményes védett doktorandusz a fém jelzi. Elsőként kapta meg a Mihelberger Mesterdíjat, a magyar tudományos élet aktív szereplője, bójai Kuratórium, Akadémia, Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága, Otka zsűri elnökség, és a többi, és a többi. Munkássága összekapcsolja a gépi érzékelést, benne a fizika és biológ világ leképzését, a szenzorhálózatokon alapuló térintelligenciát, intelligenciát, eljutva a környezet magas szintű modellezéséhez. Ajánlóit, ha említsem meg, kiváló emberek egytől egyik, Csurgai Árpád, Kevicki László, Gáspár Péter és Bársony István. Tamás a teráp. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, kiemelve főtitkár urat, rektor urat, urat. Köszöntöm akadémikus társaimat és, a tisztelt megjelenteket. az előadásom címe az gépi érzékelés, ezen belül az intelligens terekkel való kapcsolata. Talán némi magyarázattal kell szolgálni, hogy mit jelent ez a cím, hogy főleg az intelligens tér. Amikor jöttek az eladásomra, akkor feltettem végighaladtak itt a környező utcákban. Minden sarkon van egy kamera, ami figyeli az önök mozgását, ez lehet álló, lehet mozgó kamera. Majd elértek a, a, az úttesthez, ahol megálltak az autók, amiknek egy részét már vezető segítő rendszerek támogatják, és látják és feldolgozzák, hogy ott egy gyalogos közelítés úv minket a balesettől. Tehát mire beérünk, és itt a bejáratnál is van kamera, ami figyeli a belépőket, tehát mire belépünk, már egy csomó felvétel készült rólunk, gyakorlatilag végigkövették a mozgásunkat. Persze ezek rövid kértékelés után elfelejtődnek, törlődnek, de, de, akkor is ebben a térben egy megfigyelés zajlik. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogyha, hogyha kinézzünk itt a Széchenyi térre, hogy nincsen köpcenti a levegőnek, amit valamilyen szenzor ne érzékelni és dolgozna fel. Minden egyes porcikány ennek a térnek ezek után feldolgozásba kerül az onnét szerzett adatokkal. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a tér, ami körülöttünk van, ez valamilyen értelemben intelligensé válik, ha nem is maga a tér maga, de a megfigyelésből levont következtetések, és ez az egész dinamikus rendszer, ami körülöttünk van, ez most már egy, egy új minőség abból a szempontból, hogy, hogy az egész terünk folyamatosan kontroll alatt lehet tartani. A, ez a kontroll ez nagy részt a fény alapú szenzorokkal történik, tehát vagy olyan aktív eszközökkel, mint mondjuk egy lézersugár, amivel letapogatjuk a dolgokat, vagy olyanok, amik passzívak, és a napsugárzás a megvilágított részleteket látjuk, éjszaka pedig ez aktív infrafényforrások kellenek, hogy hogy lássuk mondjuk a, a, a sötétben történteket, tehát alapvetően fénybeli feldolgozásról van szó, és ebben a, a munkám, amiről beszélni fogok, az összekapcsolja a, a gépérzékel és a környezet modellezésével, és az ember-gép kapcsolattal, tehát hogyha embereket figyelünk meg, akkor előbb-utóbb az emberek vissza is akarnak valahogy reagálni, tehát mindenképpen létrejönnek ilyen kapcsolatok. A, ahogy említette osztályon úr, akinek köszönöm szépen a bevezetőjét, a, a, a munkám kezdetén lézerfintereket terveztünk. Azért érdekes, mert már elég régen dolgozunk lézerekkel, annak idején hardvert terveztem, sőt a lézerdiódák technológiai minősítéshez dolgoztam ki eljárásokat, amikből később szabadalmak lettek még, még iparvállalatnál. És most Gyakran dolgozunk ilyen szenzorokkal, amit láttunk az autón tetején, hogy pörög egy, egy 64 sugaras szenzor, tehát itt lézersugarak pörögnek körben, és közben háromdimenziós pontfelőket alkotnak, amiket a kollégáim aztán különböző ügyes módszerekkel kértékelnek, feldolgoznak, el tudjuk dönteni, hogy mi van a képen, mi hol van, milyen téri struktúrában közlekedünk. milyen szenzorokról van még szó, tehát mik ezek a, a, a gépi látáshoz kapcsolódó eszközök, amikkel dolgozunk. Hát egyrészt a, az előbb mutattam ezt a lidart, ami ugye körbeforog, és, és én csíkokban készít rólunk kör, körben, körpanorámás felvételeket, aztán vannak kamerák, amik egyre nagyobb felbontásúak, van, hogy mozgathatóak, van, hogy állók, van, hogy zoomolhatóak, de minden most már nagyon nagy térbeli felbontással tudunk képeket készíteni, tehát mondjuk, hogyha bekamerázunk egy stadiont, akkor nem kell milliónyi kamerát elhelyezni, elég csak egy fél tucatnyit, és az akkora felbontás, hogy utána, hogyha valami rendzavarás volt, akkor könnyen lehet használni. Aztán használunk infrakamerákat, amikben szintén vannak passzív és, infra és aktív megoldások. Amikor mi ki a hőt, amit értékel ez a látórendszer, az, az egy, amikor például mérik a lázunkat a repülőtéren, az, az egy fajta infrakép, vagy hőtérkép, a másik, amikor pedig, pedig aktívan megvilágítjuk éjszaka a teret, infrával és az infrakamera ezt látja. Az alsó vannak a három háromdimenziós eszközök. A nyomodat a, lidar, és olyan eszközök, amik a fény visszatérési idejéből, ez a Time of Flight, ez a közösség kamerá, kamerának is a neve, a, a, fény visszatérési idejéből megmondják, hogy egy adott képen, ahol egyébként az RGB színkoordinátákkal már vannak értékek, hozzá csapjuk még azt, hogy milyen távol vannak ezek a, ezek a mért képződmények. Ezután a, az a kérdés, hogy ha már ilyen érzékelőket használunk, hova rakjuk ezeket az érzékelőket? Hát itt látunk itt egy autóra felszerelt különböző kamerák és lidarok képét, hogy együtt mozognak. Aztán, aztán látunk olyan képeket, amiket egy, egy drón, egy repülő drón, miközben így az egyes pontokban vagy egy területet, képeket készít, amiből majd háromdimenziós terep lehet előállítani, de közben azt is lehet mérni, hogy mi van ott, tehát mennyire, mennyire vizes a terület, hogy állnak a termő növények, vagy hogyha valamilyen katasztrófa van, hol jön az árvíz. Tehát a drónokat már ugye naponta használjuk, hogy különböző hol kamera, hol lidar eszközökkel felszerelve, vagy különböző széles spektrumú érzékelőkkel ellátva. Aztán van felülről érzékelés a, a műholdakról is, ahol most már Napi részletességgel folyamatosan tudjuk nézni a, a környezetünket, és be tudjuk mérni azt, hogy, hogy például egy adott helyszínen milyen típusú talaj van, ott mekkora a talaj nedvesség, mélysége, hol van valamilyen fertőzés, vagy hasonlókat. Tehát ezt ma a, például a Szentine 2-es műhordóról tudjuk tesztelni. A jobb oldalt látunk egy háromnegyezős utcaképet, ami onnit származik, hogy a, hogy a várost azt már feltérképezték 3D-ben, a BKK végezte ezt a műletet. Ezek a ponthalmazok, hatalmas ponthalmazokról van szó természetesen, részben elérhetőek tőlük, hogyha alkalmazni akarjuk valamilyen feladatra, például egy építkezés előkészítésére. Ugyanakkor, hogyha mi nekünk a az autónkon is van ilyen háromdimenziós leképzés, akkor, a, akkor nem csak egyszerűen kétdimenziós térképen tudunk mozogni, hanem háromdimenzióban is el tudjuk helyezni a, a járműveinket, a mozgásainkat, ami egy magasabb szint, arról nem is beszélve, hogyha, hogyha kapcsolatunk van az eredeti térkép térképkészítővel, akkor folyamatosan tudjuk frissíteni ezeket a háromdimenziós És Alul láttunk egy ilyen kollást egy klasszikus kamerarendszerekből, ahol hol, hol a, a hídról lefelé, hol az utca sarkáról, figyeljük a közlekedést. Most az ember azt gondolná, hogy ha már ennyi helyről figyelik, akkor érvénybe lép a nagy testvér effektus, tehát túl se sokan néznek minket, ez úgy rontja a, a személyi érzésünket, hogy információkat lopnak rólunk. Most erre el kell mondani, hogy tulajdonképpen annyi kamera van, hogy minél több kamera van, annál kisebb a valószínűség annak, hogy ezt valaki nézi. Általában a rendőrségen, ahol megjelennek ezek osztott képernyőn, ott a rendőröknek a feladata, hogy riasztás esetén szóljanak, azok általában a ülnek, meg is olvasgatnak, mert hogy valójában kell segíteni ezeket a, a folyamatokat azzal, hogyha olyan szűrő programot csinálunk, ami, ami azt jelzi, hogy valamilyen artociítás történt az utcán, vagy valamilyen, valamilyen baleset, akkor fel is már a piros jelzi, hogy riasztás van, ezt megfelelő módon jelzik, akkor a akkor a rendőrség akcióba tud lépni. Tehát nem kell az mindössze ezer kamerát kerületenként folyamatosan figyelni, hogyha jó szűrő programok vannak, akkor ez automatikusan is történhet. Aztán itt egy határmenti kollás látunk, hogy hat kamerával, hogyha valamelyik kamera észlel valamilyen, valamilyen, speciális mozgást, amit, amit figyelni kellene, akkor akkor a többi kamera képét is oda lehet transformálni, hogy együttesen tudjuk szemlélni a dolgokat. Itt ez a transformációnak az eredmény, ezek a különböző négyszögek. És ekkor egy bizonyos területet körbe tudunk járni, úgyhogy a kamera képek, a kamera felvételek oda fordulnak, hogyha kell, akkor lehet indítani egy drónt is fölé, hogy figyeljen meg jobban, mi történik. Megszoktuk azt, hogy, hogy, a robot alatt mi azt értjük, hogy valami, ami esetleg kerekeken gördül, van rajta egy, egy robotkéz, esetleg visz valamit, tehát ez a robot. Ma már vannak robotjaink a levegőben is, ezek a drónok, tehát hogyha nem csak arra állítottuk be, hogy egy adott területet járjon be és szkennelje be, hanem, hanem van benne bizonyos automatizmus, hogy, hogy fedezzen fel dolgokat, és, vagy viaszon, hogyha valamit lát, vagy például itt, amikor arról van szó, hogy ez a föld és ez a légi robot az együtt működik, hogy egy területen, ami a, a a, nem teljesen belátható a, 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 földi, és nem teljesen belátható a légi robotnak is, viszont egymást kiegészítik, és akkor tudnak előállítani egy ilyen háromdimenziós térképet a környezetről. Itt most látunk egy, egy, egy lidar képet ezekkel a körszimmetrikus szegmensekkel, benne a mozgást detektálva, és itt látunk egy érdekes lencsét, így néz ki felülről, ami körpanorámában gyűrűben adja meg nekünk a a látványt. Most ez eredetileg a Gregus Pál és Magyaros kollégák találmánya volt, 70 éve, majd ezt elfelejtették, majd megjelent nálunk a Tatayama nevű japán cég, akik ezt megvásárolták. Abban az időben több ilyen közös munkánk volt, amiben ehhez készítettünk applikációkat. Majd ezt a, ezt a találmányt megvette a Sony tömegben gyártotta Japánban, és a japán autók tolató kamerájaként szerepelt egy időben. Nem tudom, most hol tart, de a szabadon már lejárt. Most érdekesség az egyébként, hogy a, vannak körpanorámas lencsék, amik hiperbolikus felületű tükrök tulajdonképpen, lényegesen jobb helyet foglalnak, és, jobb, és rosszabb a mélységélességük, mint ennek a magyar találmánynak. Ide lenne újra használni. Most ezzel eljutottunk oda, hogy, hogy közelít egy új világ, amikor is olyan járműveink lesznek, ami autonóm módon tudnak közlekedni, átvéve a sofőrtől a szerepet. Hát ez sokatnak a reménység, hogy ez be fog következni. Az a helyzet, hogy az teljesen autonóm járművek azok az ötös szintet képviselik, és mi valahol a harmadik és a negyedik szint között vagyunk mostanában, bár jelentős fejlesztések vannak, de ez még nem az abszolút közeljövő. És miért érdekes ez a dolog? Mert hozzászoktunk ahhoz, hogyha robotokról beszélünk, akkor, akkor valami olyasmi, amit mit tudom, takarító robot, hogy rugdosunk a földön, hogyha nagyon rossz dolgot csinál, mert itt elkapott egy gyereket, miközben rendet akart rakni, akkor, 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 rácsapunk a hátára és leállítjuk. Hát ez nem így működik az autonóm járművekben. Az autonóm járművekben bentülünk mi is, bentől a családunk is, és rá kell, hogy bízzuk magunkat. Tehát ez egy, ez egy teljesen más környezet lesz később, amikor amikor egyre több robot lesz a környékünkön, nem csak autonóm járművek, hanem mások is, amikre több olyan dolgot rábízunk, amit ideig nem mertünk. Hát milyen szenzorok segítik ezeket az ezeket a, a önjáró autókat? Hát vannak ultrahang, radar, lidar, kamerák, infrakamera, tehát sokféle szenzór szerepelhet, nem, mindig, nem használjuk az összeset egyszerre, tehát van egy bizonyos válogatás, hogy a Tesla is most áttért a csak optikaira, de most visszatér, hogy még akar radart is használni. Tehát egyelőre ezek fejlődésben vannak ezek a területek, ugye olyan eszközöket is használunk, amiket korábban az élővilágban nem használtunk, tehát a 3D mérést, ez a, ez a pontmérés, ez, ez, az élővilágban nincsen jelen, illetve tehát nagyon szűken van jelen, hogyha mondjuk a, hogyha mondjuk a denevérekre gondolunk. Itt most látjuk a saját stakis mérőautónkat felszerelve négy kamerával elő és oldalt, valamint, valamint a, látjuk még a, a lidarnak a, a képét. Itt a Megtörténik az alakzatok felismerése, követése, színkód jelöli azt, hogy a különböző kamerák, ahol együtt látszanak, ott ugyanazt a dolgot érzékelték, például itt ebben a kék autóban, a szterópár, és ugyanazt a kódot látjuk, színkódot látjuk itt a LIDAR a képen is. Tehát e, nagy felbontásban olyan eszközöket használunk, amiből lehessen kinyerni annyi információt, amennyit csak lehet, és amennyi automatizált tudja tenni ezt a közlekedést. Ezen a részen egy kamerának, a, vagy egy sztereókamerának az eredményét látjuk, itt van egy látószög középen, nem most valami kevésbé látszik ezen a vetítésen, itt van egy látószög, hol itt, itt vannak a mozgó gyalogok, hol nem csak azt detektáljuk, hogy a gyalogosok vannak, hanem azt is, hogy merre néznek, próbálva megbecsülni azt, hogy milyen lesz a viselkedésük, lelép vagy nem lép, le, vagy alá ugrik, vagy ilyesmi. Tehát, tehát, így lehet figyelni aktívan és szemantikai értelmet adni ezeknek a felvételeknek. Most az előbb arról volt szó, hogy jó kamerákkal, nagy felbontással, kamerával, lidarral együtt, hogyan tudunk kameránként külön-külön összegyűjteni információt, de ezek jó minőségű felvételek voltak. Vannak olyan esetek, amikor a jó minőség az olyan értelemben nem, nem az, hogy koszos a kameránk, hanem, hanem az, hogy például olyan lidart használunk, aminek sokkal kevesebb e, ilyen lézer letapogatója van, tehát kisebb a felbontása, mondjuk csak 8 és nem 64, azokból is ki kell hozni valamilyen eredményt, valamint, hogyha valami távol van, akkor már távolról ismerjük fel, hogy tudjuk, hogy mi közelít, ne csak akkor, amikor már mellénk kért Erre látunk itt egy példát, ahol a színek fogják mutatni, hogy milyen jellegű alakzat ment el mellettünk, és mint látjuk, ezek a ezek a vonalak, ezek a lidar letapogatás vonalai, ez egy 8 sugaras lidar, ahol, ahol egy átmenő járművet egy vagy két ilyen szegmens takartsek le, és hogy ezt a mozgásában vizsgáljuk, mégis fel tudjuk ismerni. Itt meg arról van szó, hogy valami nagyon nagy távolságban van, ilyen 60 méterre itt, és, és abból a pár retrafogatási vonal töredékben, amit érzékelünk, tudjuk detektálni, itt ez a zöld, ez az autónak a kódja, tehát tudjuk detektálni, hogy ott van, és be tudjuk jó előre mérni. Jobb oldalt látunk egy, egy autót, aminek a mozgásából kb. négy képkockát vettünk fel, le van lassítva persze, és az a fontos, hogy, hogy ahogy így elénk hogy minél gyorsabban információhoz jussunk, hogy, hogy valójában hogyan halad ez az autó. Itt lehet látni egy, egy sematikus képet a háromdimenziós geometriai transformációkról, és az látszik, hogy itt ebből a két egymástani képből tudjuk meghatározni a, ennek az autónak a mozgás jellemzőit. Most ez azt jelenti, hogy két képkockából, ami, hogyha három képkockából csinálunk, az már kétszer hosszú idő. Tehát ez a legminimálisabb idő, amit, amivel kapcsolatban ilyen mérés lehet tenni, ezt mostanában publikáltuk. Beszéltem most különböző megoldásokról, ahol, ahol különböző összetett algoritmusokat használtunk, amikről most nem fogok itt külön beszélni, viszont ezek között az algoritmusok között sok olyan szerepel, ami a kép valamilyen axiomatikus értelmezéséből származik. Tehát vannak olyan, olyan megoldások, amik, amik úgy adják magukat, és úgy Majdnem úgy levezethetők. Hát mik ezek? Például az, hogy a képnek skála szerkezete van, az azt jelenti, hogy lokálisan tudunk jellemző skálákat hozzárendelni bizonyos részletekhez. Markovia szerkezete, ami azt jelenti, hogy a pixelek között van valamilyen statisztikai valószínűségi kapcsolat. Lehet rejtett szerkezet, hogy a kép az valamilyen szempontból sérült, de mi ezt ki tudjuk belőle szedni, és helyre tudjuk hozni a képet, úgyhogy csak magát a, a sérült képet használjuk. Aztán lehet kooperáció különböző képek, főleg videók között, amikor a dinamikán alapulva, egy, egymással folyamatosan összemérve, iterálva tudunk kihozni fontos plusz információkat. És lesznek olyan dinamikus szerkezetek, amikor amikor térképezést végzünk, és lokalizálást a, 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 ugyanabban az időben, kihasználva a képek geometriája közti kapcsolatot a képiskálákról beszélvén, itt egy, amit be fogok mutatni, a képiskálákkal kapcsolatos axioma rendszerből nagyon sok érdekes dolog következik, amiből most egyet mutatok meg. Ez az úgynevezett anizotop diffúzió, amit a képszegmentálásra használunk. Ez azt jelenti, azt látjuk, hogy van egy képünk, amin, amin erősen textúrált, tehát tehát itt az asztalterítőn, a nadrágon, a sáron finom textúrák vannak, és a jobb oldali képen ezek már eltűntek, de úgy, hogy megmaradtak az éles kontúrok, tehát itt látjuk kinagyítva, a kontúrok szépen megmaradtak. Ez egy olyan eljárás, amiben iterációkon keresztül a képet el szétdifundáltatjuk, hogy elmossuk, mondjuk így, és de úgy, hogy, ahogy itt a képlet mutatja, hogy a képhez, kép az élekre merőlegesen nem engedjük meg ezt a elmosást, az élek irányába viszont megengedjük. Ennek az lesz a vége, hogy, a, hogy ez a kisimulnak a textúrák, eltűnik a zaj, viszont ugyanakkor éles marad a kép. Hol lehet ezt alkalmazni? Hát itt azt látjuk, hogy egy zebrát Megszabadítottunk a pizsomájától. Ez egy két lépéses eljárás volt, amiben az elsőben a, a skálát határoztuk meg a képpontok környezetére. Látjuk, itt van, ahol a, a zebrának sűrű csikhelyei vannak, második meg ritka csikhelyei, meg van itt, van itt fű is. Tehát meghatározunk a különböző skálákat a különböző részletekhez, majd ezt használva egy újabb, nagyobb diffúzióval végigmenve a skáláknak megfelelő integrálási idővel le tudjuk választani ezeket a, ezeket a részeket. Egy másik fontos alkalmazás a képtömörítés. Itt az előző módszert is lehet használni persze képtömörítésben, meg grafikai módszerekben. A képtömörítés esetén ugye az van, hogy van az eredeti képünk, és ezt megpróbáljuk minél jobban összekomprimálni, hogy minél kisebb helyen elferjen, tehát a 20 megapixeles képet mondjuk belegyűrösszeljük egy megabájtba. Azt látjuk, hogy megjelenik az a JPEG kockásodás, és hogyha a komprimálás előtt elvégzünk egy, egy egy anzolatobb diffúziót a képen, és kiemeljük a fő béleket, és eltüntetjük az esetek felesleges textúrákat, utána végzünk komprimációt, akkor lehet látni, hogy sokkal tisztább, szép élesebb képet kapunk. Ezt a módszert elsők, elsőként, vagy első között publikáltuk annak idején, sajnos nem szabadalmaztattuk. Az a helyzet, hogy manapság, hogyha egy jobb fényképezőgéppel, nagy isószámmal készítünk felvételeket, ami ugye nagyon zajos lesz, és azt a fényképezőgépbe beállítjuk, hogy, hogy ezt hozza a helyre, akkor a helyrehozás az nagyon hasonló elve működik, mint amit itt látunk, nem, ez egy pár lépés, egy iteráció, tehát, tehát, ez bele egy fényképezőgépbe, tehát ezt ma már használjuk. Említettem a, a Markov kapcsolatokat, ugye itt arról van szó, hogy egy egy pixel és a szomszédai között valamilyen statisztikai kapcsolat van. Hát itt, amit most látunk, hogy, hogy van, egy, van, egy, képünk, ami nagyon-nagyon zajos, és hogyha ezt szegmentálni akarnánk ezekre a, ezekre a és a szegmensekre, akkor, akkor egy nagyon zajos vonalat kapnánk, tehát ez nem sikerülne szépen. Ezért, előtt, ezért végzünk egy egy osztályozást, hogy minden pixelhez hozzárendelünk egy színkódot, ami, amikor lefut, akkor nagyon szépen tisztán visszaadja a, a, körvonalakat. Hát hogy működik ez? jobbra látjuk ezt a modellt, hogy a piros pixel az a, az képpont, amiről beszélünk, és, annak van egy mérési értéke, tehát megmértük, hogy az eredeti képen valamilyen színkoordinátákkal szkenneltük be. És viszont van a környékén ezek a sárga pontok, amik azt jelzik, hogy a szomszédai is ott vannak, és a szomszédai szeretnék, hogyha ugyanolyan színű legyen, ugyanolyan besorolású, tehát itt most ez egy színkód lenne, mint a, mint a, szomszédság, hiszen egy mondjuk térképet akarunk készíteni, és ezt ki kell simítanunk a felszínt. Ebben az esetben két, két tényezőnk van, amiket fel tudunk írni egy, egy valószínűség maximálási eljárásba, és az a két dolog, az egyik az, hogy azt mondja meg, hogy mennyire tér el az eredeti, miért a másik pedig azt, hogy mennyire tér el a szomszédaitól. És hogyha ezt elindítjuk, akkor, akkor kapjuk ezt a, azt az eredményt, amit az előbb láttunk, és ez átírható energia minimalizálásba, ahol ez a méréstől való eltérés, ez pedig a szomszédoktól való eltérés, és a így kapott energiafüggvényt kell minimalizálnunk, ahol az úgynevezett metropolis algoritmust használjuk, ami, ami, publikáció az eredetleg atomfizikusok ötlete volt, atomfizikai eh, szimulált hűtéses optimalizációs eljárásokra, és az, a, az egyik szerzője az a tellerede volt annó. Tehát, hogyha ezt a modellt használjuk, akkor globális optimumot tudunk előállítani, tehát egy olyan térképet, amit egyébként csak végtelen mennyiségű számításra lehetne elérni, de hogyha ezt a Markovi modellt alkalmazunk, akkor ez lényegesen egyszerűbb lesz. A fenti képen látunk kékre festett, mi festettük kékre, azzal, hogy felismertük, hogy ez egy mozgó járókelő, és a zöldre van festve az árnyékuk, ami azt mutatja, hogy felismertük azt is, hogy milyen árnyékot vetnek bizonyára ismerik azt a közmondás vagy szólást, hogy árnyékra vetődni. Tehát nem mutat jól, nem mutat jól hogyha egy, egy kültéri kamera, ami, ami figyeli a, a, mozgást, az, az a drótkerítés mellett állandóan beszólna azért, mert valaki elment, és az árnyéka át bevetődött a területre. Tehát az árnyékot meg kell találni. Most ebben a modellben itt, itt, volt egy háttérmodell, ami egy jól, jól ismert statisztikai eljárás, de abból tudjuk venni a, a, a valószínűség függvényeket. Az, az előtérre, vagyis, a, a, vagyis az alakokra, a gyalogosokra kidolgoztunk egy új statisztikai modellt, ami, ami bonyolult körülmények között is megállja a helyét. És végül egy nagy probléma volt az árnyék, amire annyira új modellt kellett felállítani, hogy erről később egy külön publikáció született a kollégámmal együtt. És és ennek következtében a, a, az árnyékot az eddigeknél sokkal jobban tudtuk modellezni, még abban az esetben is, hogyha itt van megvilágítás hátulról, oldalról, meg itt tükröződik az ajtó. Aztán vannak esetek, itt például amikor két bemeneti képünk van, az két bemeneti kép az nagyon különböző időkben készült, 2000-ben, 2005-ben, és a, a közben történtek a beépítések, a két területnek ugye nagyon különböző a színvilága, de meg kell találnunk ezt a különbséget, hogy hol történt építkezés. A két képet ugye egymásból kivonni nem lehet, mert nagyon különbözőek a szintartományok, de hogyha egy feltételes kevert Markov modellt állítunk elő, ahol adatfüggő csomópontok és címkézett mutatók vannak, olyan tulajdonságokra, mint korreláció, meg élsűrűség, meg akkor elő lehet állítani ezt a különbséget a két kép esetére. Aztán jönnek olyan esetek, amikor több kép van, és ott szeretnénk valami hasonlót elérni. Itt azt látjuk, hogy, a, hogy négy külön, nagyon különböző évből 23 év alatt készültek felvételek, még a fekete férrel kezdődött légifelvétel, aztán, aztán különböző szín, tartományú, különböző időben készült képekről van szó, ahol hogyha szegmentálni akarnánk, hogy hol van az erdő és a mező határa, mondjuk ezen a képen, bajban lennénk, mert a mezőben két terület között nagyobb a különbség, mint, az erdővel összevetve. De hogyha ezeket egy pakba rakjuk, ami azt jelenti, hogy háromnak RGB színe volt, az 9 réteg, plusz még ez itt a fekete fél egy réteg, tehát 10 rétegünk lesz, akkor, akkor erre elvégezve egy ilyen Markov optimalizálást, megkapjuk ezt a ezt a területet, ami már egész pontosan mutatja, hogy hol van az erdőmező határ. Itt annyi különbség volt, hogy a, hogy a valószínűségi képletben itt, itt nem csak egy, két vagy három érték szerepel, hanem ez egy nagy vektor, amivel dolgozunk. Itt egy hasonló eset van, amikor három különböző időben készült képünk van, hogy az erdőt azt hol kivágták, hol újraültették, és a kérdés az az, hogy, hogy hol történtek változások, Hogyha ezeket ezzel a, a fúziós eljárással végvesszük, és utána végezzük el a, a különbségtételt, akkor a, a már szegmentált képekre, akkor meg lehet kapni a, ezeket a változásokat. Hogyha még ennél is többet képet használunk, és itt például öt képről van szó, és és képenként hat különböző szintcsatornáról, tehát 30 képünk van tulajdonképpen. Ezeket egymásba pakoljuk, és elvégezzük a, a fúziós képszegmentálásokat, akkor kapunk valami olyasmit, ami nagyon hasonlít egy térképhez, és valójában ez egy, ez egy, jó térkép. Tehát automatizálni lehet a térkép is. Vagy legalábbis sokban lehet segíteni. Itt van a Keszthelyi Öböl környékéről, az ott levő nádásokról két különböző időben készült felvételünk, 12-ből és 15-ből valamint az adott területről egy lidaros mérést egy másik időpontból, ami, és utána elkészítettük a, a, nádasoknak a kék kell jelölt klasszifikáció a nádasok helyét, a két különböző évjáratban, majd ez alapján a különbségben meg tudtuk mondani, hogy hol van változás, hol van új nád, vagy hol van elpusztult nád. Hogy tudtuk ezt megcsinálni? Úgyhogy vesszük a, a két képet, és hozzácsapjuk azt a harmadikat, ami, ami sokban javíthat, de egész máskor készült, vagy más célból is máshogyan. Ha ezeket összerakjuk és együtt elvégezzük a, 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 fúziós szegmentálás, majd annak eredményét használjuk arra, hogy ezeket a, ezeket a képeket utána újra szegmentáljuk, akkor ezzel elértük azt, hogy azonos típusú adatokat használunk az összehasonlításra, és így meg tudjuk mondani, hogy a két térkép közül, hogy mi a változás, tehát hol történt valami változás a nádasok területében. Ezeket a méréseket a műholdképek alapján a Balatonra környékén is elvégeztük, hogy megtaláljuk, hogy hol vannak ott ilyen vizes, mocsaras területek, és azt, hogy ezt nem csak úgy állítjuk, ezt úgy néztük be, hogy a kollégánk, az a biológus kollégánk bejárta ezt a susnyást, és, és bemérte, hogy ténylegesen mit találtunk és mi hol van. Ezt a, ezt a European Space Agency támogatta, és ővelük folytatjuk ezeket a hasonló feladatokat. Elkötelezik az a pillanat, amikor szükségünk van arra, hogy valaki segítsen nekünk az égből. Hát itt ebben az esetben a drónokat és a műholdakat értjük. Arról van szó, hogyha például valahol egy, egy árvíz vagy, vagy, vagy tűzvész van, és onnit menekülni kell, akkor szeretnénk minél gyorsabban kijutni, minél biztonságosabban. Ehhez azonban kell tudni, hogy milyen úton jutunk ki. Azon az úton van-e valami, ami, ami eltolaszolja nekünk, vagy járhatatlaná teszi, például a sáros. Ezért nem baj, hogyha van arról képünk a szószoros értelmében, a, mondjuk a Sentinel műholdak 13 csatornájából, hogy hol milyen jellegű talaj van, ami például a saratokozhat sarat okozhat, vagy, vagy éppen a vizet fel. És ezt egy drón megerősíti, egy körberepül, hogy hol mi van, majd utána ezt segítségként átadja az embereknek. Tehát itt azt mutatom, hogy amennyiben ez a zöld mutatja, hogy mi az, ami jobban járható, hogyha ezt a bestést elvégezzük a mi volt kép és a drónképek alapján, akkor meg tudunk tervezni egy akár bonyolultabb útvonalat is, itt látunk, és utána az emberhez közelítve ezt az információt át lehet adni, akkor, hogyha például nincsen mobil kapcsolat, tehát ilyen ember-gép kapcsolata mutogatással hasonlókkal lehet segítséget adni. Amikor, amikor térben nézünk, akkor mi is látjuk a távolságot, hogy meg tudjuk becsülni, mennyire van. Ez kifejezetten jót tesz akkor, hogyha mondjuk látkozunk, vagy, vagy éjazzunk. tehát amikor a két szemünkre tényleg erősen szükség van. A monoképekből ezt nehezebb előállítani, pedig a, ez sokszor bele van rejtve a képből, képbe. Hát itt látjuk ezt a konstellációt, ahol ez a cél, amit nézünk, ez egy torzító optika, ez pedig az a kép, amit kaptunk. Ez a G, ez a H, és ez az F. Meg kell mondom, hogy azt, hogy a optika torzít, az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy koszos lencsét használunk, megint, hanem azt jelenti, hogy például műholdról figyeljük a földfelszínt, amit beborít mondjuk a nedves levegő, aminek olyan optikája van, mint ami, ami, ami torzít, és ezt emögé akarunk nézni. Ilyen esetben lefogtattunk az eredményre egy becslést, ugye az, amit mértünk, tehát a mérés eredmény az a, a, a g-érték, tehát ez egyetlen, amit mértünk, és lefutattunk egy olyan kettős iterációt, ahol becselés teszünk, hogy mi lehetett az eredeti kép, mi lehetett a torzítás, és utána elindítottunk egy iterációt, amikben, amikben a végén kijön, hogy mi volt a, ez a kép, és mi volt ez a torzítás, csak a, azon az alapon, hogy megvolt ez a g-mérésünk, és, felt, és ez az iteráció, ez erre stabilan le tud futni. De mi van akkor, hogyha minket nem érdekel az, hogy mi volt az a tiszta kép, hanem minket az érdekel, hogy milyen távolságban volt, akár relatív távolságban, tehát mi van elő, mi van mögötte. Itt látunk egy olyan képecskét, ahol ez a virág van, ami nagyon fókuszban van, van, ami félig, van, ami háttérben alig. Ugyanazt a modellt választjuk, mint az előbb, ugyanezt az algoritmust indítjuk el, csak nem az egész képre, hanem a képeket képeket blokkokra osztjuk, és ezeken végezzük el ezt a, ezt a futatást, de nem futatjuk végig, nem kapjuk meg a, a, a kitisztított képet, hanem pár lépés után megállítjuk, és megnézzük, hogy mekkora volt a konvergencia sebessége, tehát milyen gyorsan közelített az iteráció. Mint hogy, mint hogy csak a maradék hiba az, amiből dönthetünk, tehát hogy a méréshez képest mennyit változott a beslés, és a maradék hibák azok képrészleteként különbözőek lehetnek ideális esetben is, ezért, ezért definiáltam egy új hibát, ami az úgynevezett mérés ortogonaltási feltételéből jön, és ez egy úgynevezett maradék szögeltérési hiba, ami alapján már össze lehet hasonlítani, ezek, hasonlítani ezeket a szegmenseket, és kapunk, kapunk olyan eredményeket, mint itt a lepke és a maci, itt van a fókusz térképük, 3 d is kiraktuk, hogy jobban látni lehessen. Aztán a virágra úgy szintén különböző felbontásokban elvégeztük ezt az analízist, és erre a tigrisre is hasonlóképpen megkapjuk. Egyébként az a szép, hogy, hogy, ebben az esetben például a maga a, szegment, a kép képszegmentálás, az a mint textúra, az nem egy könnyű feladat, de ezzel a módszerrel ezt is megoldottuk. És itt azt látjuk, ahogy egy, egy befókuszált személy előtt elmegy valaki, aki nincsen a fókuszban, és szépen tisztán visszaadja ezeket az eltéréseket. Érdekeseként annak idén megnéztünk különböző játékfilmeket, tehát mozifilmeket, hogy ott ez hogy alakul, és ugye az derült ki, hogy a, hogy a a művészfilmeknél, ahol nagyon fontos az olyan portré hatás, hogy az arcom éles legyen, de mögöttem nem érdekes, azt nagyon gyakran alkalmazzák, tehát ott volt értelme annak, hogy több fókuszmérség van a képen. Míg viszont a, a commerce játékfilmeken ez nem érződik, tehát ott mindent élesbe raknak valamiért, hogy semmiről se, semmi se veszítsünk el. Most az előbb mutattam, hogy ilyen konvolúciós eljárásokkal, amikben képek szerepelnek meg, a, meg a, a konvolúciós függvény, ott azoknak a segítségével iterációkat tudjuk elvégezni ezt a feladatot, amit egyébként, hogyha, hogyha ne ezek a konvolúciók, akkor ezt lehet Fourier térben végezni, de, de mint hogy megjelentek ezek a, a mély konvolúciós hálózatok, adta magát, hogy akkor próbáljunk ki egy, egy ilyet, és itt látható egy, egy ilyen konvolúciós háló szerkezet, ahol mondjuk egy, egy, blokknak esetleg ez a leírás, egy másik blokk, tehát ez, ez egy összetett szerkezet eléggé, de már vannak elég gyorsak a hardvereink ahhoz, még vannak speciális olyan grafikus hardvereink, amiken ez véges időben, valós időben le tud futni, és kapunk ilyen eredményeket, baloldalt van az eredeti kép, középen a mélységkép, és jobb oldalt pedig a felismerés, vagy klasszifikáció, hogy minden képpontra megmondja, hogy mihez tartozik, tehát például autó, fal, ég, vagy pedig a földfelszín, és középen pedig a mélységképet látjuk. Most itt azt kell tudni, hogy hogy ezt, ezt ugyanaz a hálózat állítja elő, csak két kimenete van, némi átéréssel, ahhoz, hogy ezeket ellájtsuk, és ez valószínűleg azért is működik jól, mert a, ha mélységképet állítunk elő, az segít fel, felismerni azt, hogy, tehát, hogy mi mekkora, hogy, hogy az illető micsoda. Ha van, tudjuk, hogy mekkora, akkor a mélységben már el tudjuk helyezni. Tehát, tehát itt ugye mély tanulási eljárásokról van szó, nem mindig tudjuk pontosan, hogy, hogy, hogy találta ki a dolgokat, de az a helyzet, hogy az előbbiek alapján hogy ilyet meg lehet csinálni konvolúciókkal is, hogyha jól tanítjuk a, a, ezt a hálózatot, akkor, akkor ez a feladat meg fog így oldódni. Következőkben azt fogjuk látni, hogy itt a Gelért tér sarkán, fenn a hegyen helyeztünk egy kamerákat, hogy itt autók mozognak most lassítva, és szeretnénk ezt a két képet összevarni. Hát ilyesmit, mint itt. Háromdimenziós képeket két dimenzióban összevarni úgy lehet, hogy homográfiával, hogy, hogy van egy közös síkjuk, hát ez itt a természetszerűleg az útnak a síkja volt. És Hát ezt a dolgot el lehet végezni úgy, hogy a két kamerát összekalibráljuk némi ügyeskedéssel, de szerettük volna teljesen automatikusan elvégezni. És erre szolgál az, hogy, hogy, itt veszük az egyik képet, és mondjuk mozgás van itt valahol, akkor az adott képpontra megnézzük, hogy amikor ott mozgás volt, vagy változás, akkor a másik képen, ami, ami sokmit nagyobb távolságra volt tőle, ott ott volt-e mozgás, illetve hol volt mozgás azon a képen? Tehát egy korrelációs térképet csinálunk minden egyes pixelhez, oda és vissza. Azokat a korrelációs térképeket ezekben a valószínűségbe ágyaztuk be, tehát ezek ezek fogják mutatni. És ez, ebből az egészből tudtunk csinálni egy olyan szerkezetet, ahol ez a p 1 p az első és második képnek a, 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 a valószínűségi tart, tartalmazza arra, tehát ez egy képvektor, arra, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ennek van tárja a másik képen, és viszont, P2-es, ez itt, a, ez itt a, a, ez a tartalmazó matrix, az egész, miközben iterálódik, és itt látható az iteráció folyamatú, akik jobban értenek hozzá, mondom, hogy ez is egy BC levezetésnek, tehát egy valószínűségszámítási levezetésnek a következménye, ez a képlet. Itt vannak a különböző iterációk, és a következőkben látjuk, hogy hogy fut ez az iteráció az egyes képre és a kettes képre. Tehát itt most az iterációs folyamat lezajlását látjuk, és látjuk, hogy a, középső, a középen, tehát, tehát itt, van egy piros pont, ami megmarad. Hát az azt jelenti, hogy ez a legvalószínűbb abból az értelemből, hogy annak, van, annak az a másik a párja. És ezeket rögtön itt jelölhetjük is, tehát ez az egyes pont mind a két képen, aztán futtatjuk és keresjük a következő legvalószínűbbet, és így tovább. Ha elegendő pontunk összegyűlt, akkor elvégezhetjük a geometriai transformációkat, és össze tudjuk varni ezt a képet. Hol lehet ezt alkalmazni? Hát mindenütt, ahol nem akarunk adszakolni hosszú bemérésekkel, vagy gondoljuk arra az esetre, hogy a, hogy mondjuk a, a pásztor elhelyezi a kameráit a föld mentén, hogy figyelni tudja az állatokat, de azt arra nem kérhetjük a pásztort, hogy kalibráljon. Viszont, viszont attól, hogy a fű mozog, már az elég ahhoz, hogy ez a kalibrációs folyamat megtörténjen. A következőkben az egyidei helyzet meghatározást és térkép, térképkészítést fogom demonstrálni. Mit jelent ez? Képzeljük el, hogy, hogy barlangászok egy barlangot fel akarnak térképezni, ezt hogy tudják megcsinálni? Hát az egyik megoldás, amit egyébként manasság használnak, hogy van egy lézer távolságmérőjük, hát és mint ez. Tehát, amivel egy adott pontból egy adott pontba világítanak, a két pont közti távolságot lemérjük, megnézzük azt, hogy mit mutatott az iránytű, meg mi volt, mi volt, mik voltak a dőlőszögek a mérőkészülékekben és talán megyünk tovább, és akkor attól a ponttól mérjük a következőt, és így tovább. Bejárjuk a barlangot ugye 3D-ben, véghúzzuk ezt a bizonyos vonalzót, és utána kapunk egy gráfot, és azt mondjuk, hogy végül is minden megvolt, távolság, irány, szög, szög távolságok, akkor csináljon ebből egy 3D-s modellt. Megcsinálja a 3D-s modellt, de minden mérésnek volt pontotlansága, úgyhogy egy nagy hiba lesz a végén, ami miatt, hogyha végül is, hogyha remélhetőleg kijutnak a barlangból, akkor csinálnak egy referencia mérést, hogy az utolsó mérési pont és az első, vagy, vagy valamelyik ismert pont között mi a távolság, és abban a pillanatban bezárult a hurok. Tehát egy hiba visszategyeztéssel ilyenkor ö, szépen meg lehet alkotni a valódi struktúrát, és három ben visszakapjuk a dolgokat. Na ilyesmiről van szó, és hát mutatok egy érdekes példát erre vonatkozóan, hogy 2012-ben jelent meg a Prometheus i amiben egy újdonság volt, hogy végigrepült egy olyan világító gömbot a tetején, ami lézerrel tapogatta a felszínt, miközben a, a, az űrhajóban figyel, háromdimenziós hologramos megjelenítő nézték azt, hogy, hogy, hogy néz ki az a szerkezet, ami nem lövöm a point, ami egy nagyon érdekes struktúra volt, és ebben az az érdekes, hogy nem telt el két év, hogy majd a kollégáim a megcsinálták a, a az akkori régi közvágóhídnak a, a 3 d modelljét, egy darab drónnal és egy darab kamerával. Ez egy mérnöki teljesítmény volt, tehát maga a Slamovit, most az SLAM algoritmus, az OrbSLEM az, az, ismert volt, de az, hogy ez a technológia már ott tartott, hogy ezt el tudtuk végezni, ez főleg azután, hogy ez még cifi volt két évvel korábban, azért ez egy elég gyors lépés volt. Most mi az, amit itt ki tudunk használni? A hát is az, hogy, hogy ezt jól elő tudjuk állítani, ezt a hálózatot, ehhez egy jó inicializálás kell. Tehát, hogy a, amikor elkezdenek az iterációk, azok egy jó pontról kezdődjenek. Hát itt látható egy mérés, amit egy, egy garázsháznak, a, a, a parkolóháznak a bejárásával egy autón jármű állított elő. Hát látjuk, hogy itt, itt azért eléggé összeomlottak a dolgok. Most az általunk javasolt Initializálás, initializálás algoritmus. Pillanat. Tehát az egy szavazáshoz hasonló eljárással működött, amivel egy sokkal tisztább kezdeti képet kapunk, amiből 50 Gauss-Newton nitráció után megkapjuk a garázsnak a bejárását. Itt látható az eredeti útvonal, tehát ez már nagyon hasonlít rá. Ez, ez egy kivételesen jó eredmény, hogyha azt veszik, hogy ez egy alacsony komplexitású megoldás. Itt van egy másik típusú bejárásra vonatkozó, vonatkozó eredmény. Itt volt egy képzeletbeli modell, hogy egy gömbfelületet járunk be, és ahogy bejárjuk, hogy ezek a háromszögek mutatják, hogy hol történt mérés, és a bejárás után nyilván nagy az eredeti hiba, és azt látjuk a, az a mozgó animáción, hogy, ez a hiba, ez hogy rántódik össze, hogy, hogy simul ki, hogy, hogy simul rá a gömbre ismét, alkalmazva az előbb említett inicializáló eljárást és, az iterációkat. Ezen a képen azt használjuk, hogy az előbbi eljárásnak mérjük a maradik, folyamatos maradék hibáját, tehát többször alkalmazunk ilyen, ilyen szlemes optimizálást, és hogy végigjárjuk ezt a, ezt a helyszínt, közben itt vannak helyek, amik változtak, és hogyha arra gondolunk, hogy ez egy robot, ami éjszaka, egy felügyelő robot, ami egy gyártólatot jár körbe, akkor azt, azt tudja detektálni, hogy, hogy valami változott, nem tudjuk pontosan, hogy mit, de valami változott, viszont ez nem kell bonyolult háromdimenziós modellt készíteni. Itt a változás az, hogy becsuktak a ajtót, amit nyitva volt, vagy becsapta a szél. Tehát ezzel a módszerrel viszonylag gyorsan tudunk ilyen változásokat detektálni. No, ez, egy, ez viszont már egy lényegesen bonyolultabb eset. Itt azt látjuk, egy, egy az egy lőtéren levő ilyen célház, ahol gyakorlatozni lehet itt például azt, hogy hogyan tudjuk ezt feltérképezni. Arról van szó, hogy itt vannak kollégák, akiknek a, a mellén függött egy, egy, intelligens kamera, ami folyamatosan vette fel, a, hát amit lehet látni ebből a szögből, az a falnak a felülete, meg a különböző iskafirkák és meg a, meg a, romok. És azok, rádiós kapcsolatban van természetesen a, a központtal, de nincs semmi GPS információnk bent vagyunk valaminek a mélyébe, akár barlangban is lehetnénk. És ahogy mozgunk, úgy felépül felépülnek ezek, a, ezek a, 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 a térképezési útvonalak, itt látjuk őket. Alkalmatán a két kolléga az egymás mellett áll de egy, egy választja el őket, amikkel keresztül nincsen kapcsolatuk, viszont azzal, hogy a, a látvány alapján mi a térképeket, így ez alapján tudunk segíteni a többieknek, vagy akár bonyolultabb esetekben be tudunk járni valamit, annélkül, hogy, hogy látnánk egymást, vagy pontos információink lenne arról, hogy, hogy mikor, hol, merre mentünk, ebből tudjuk meg. Az elnök úr említette, hogy itt több olyan dolog van, ami, ami mérnöki feladat volt. Hát ilyen mérnöki feladat volt annak idén egy filmrestaurálási keretrendszernek az előállítása, Arról van szó, hogy a, hogy a e, magyar filmvagyon, az ugye cellulidon van, a celluidról ugye e, tudjuk azt, hogy e, az gyúlikony, és e, e, ugye azt is tudjuk, hogy a az, az a oldószerre a nitroglicerinek, hogyha éppen, éppen robbanószert készítünk. És ezért volt régen az, hogy, a, hogy a, elindult a filmes futára a vidéki mozihoz, és se a film, se a futár nem érkezett meg. E, tehát az a celluid, ez veszélyes, és azon kívül tönkrementek. Tehát szakadt perforációk, zsugorodott filmek, karcok, penészes foltok, meg ilyenek. Tehát ebből kellett újnak tűnő filmet csinálni, és megcsináltuk ezt a keretrendszert, amiben nagyon sok mérnöki munka volt, és ügyes megoldások, és itt látjuk a bal felső sarokban az eredetit, és a jobb pedig a, 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 a helyrózottat. A színhelyre ezt a fin laboratórium végezte annó. Ezen a piasztéri jeleneten a filmből valódat látjuk a, a különböző foltos, karcos dolgokat. Ezt nagyon szépen helyrehoztuk, aztán a rendező szólt, hogy ezt nem így kellett volna. Tudnék, a piasztérről el tüntettük a szálló port is, amiről kiderült, hogy nagyon fontos dramaturgiai jelentése volt. Úgyhogy vissza kellett csinálnunk. És itt látunk egy, egy két képet arra, hogy miket is kell visszaalakítani. Tehát a képen megjelennek olyan dolgok, amikről azt hinnénk, hogy az valamilyen zavar, pedig az nem vagy valami zaj vagy, vagy sérülés, pedig az nem, nem sérülés, tehát itt nézet mutatja, hogy mi az, amit tévesen hittünk sérülésnek, és a fő pedig valós, valódi dolgokat, hanem az a valódi része a képnek. A képen időnként vannak olyan dolgok, amik nagyon kis részét foglalják el, tehát például egy javító szoftver simán eltüntetné. Gondoljunk arra például, hogy egy könycsepp a szem sarkában. Az egész kép nem érdekes, csak az az egy könycsepp, dramaturgiai szempontból az a lényeg, azt látjuk, tehát azokat ne tüntessük el. Erre ugye segítséget ad az, hogy az operátor, aki, aki végzi a javítást, mondjuk az első képkockán ezeket kiavítja, vagy egy részét, utána átveszi az, egy automata a szerepét, és jól felpörgeti a javítást, ami miután egy jelenet is nagyon sok képkockából áll, az egy nagyon nagy segítség. Két minőségről volt szó. Itt balról, jobbra és felülről, lefelé egyre javuló minőséget látunk még a bal fent egy olyat látunk, hogy egy óriási bemozdulás volt. Miről van szó? A számítógépünk tele van képekkel, jó, jó esetben családi fotókkal, amiket hát, nincs időnk mindig megnézni és kiszelektálni, hogy mi jó, mi rossz, és egy adott képről sok, több változat is van, és nem ki kéne választani, hogy melyiket tartsuk meg. Tehát szükségünk van arra, hogy folyamatosan takarítsunk. Arról nem is szólva, hogyha internetről töltünk le dolgokat, akkor nem baj, hogyha, a letöltő rendszer azért a szélzi, hogy milyen minőségről van szó. Ennek az elkészítéséhez annak idén belagrottunk egy projektbe, a, a német kutatási támogatás a, a DFK segítségével. A, a munkát a, a nagyrészt a német partner végezte a Konstanziai Egyetemen, aminek eredményeként előállítottunk egy, egy neurális hálót, amit, amit itt látunk, tehát ez az, ez az alja és ez a teteje, csak így fértel jól, ahol a kimeneten megjelenik nem csak a képnek a minősége, minősítése, hanem az is egy másik eredményként, hogy, hogy mi lett volna a minősítések eloszlása, hogyha, hogyha emberek végzik a minősítést. A dolog úgy, tűnik, úgy történt, hogy ez fel kellett építeni egy profi adatbázist, ahol a, a minden egyes képhez az interneten keresztül hozzárendeltek anotálókat, akiket egyébként külön utána teszteltünk, hogy, hogy, hogy jó végezte a munkáját, és nem voltak-e koncepcionális hibák benne. És, és a, a egy nagy, adat, nagy, adatbázis, ez egyébként a, jelenleg a legnagyobb a világon, ugyanígy készült videókra is, és ezen adatbázis alapján készült el ez a, ez a, tanított szoftver, amiben az az érdekes, hogy ha megnézzük, hogy mi volt a, az a humánok által talált minősítés, összevetjük ezt az, hogy milyen volt a gépi minősítés, közben nagyjából a főátlóban vannak, tehát, tehát nagyon erősen korrelálnak. Tehát, de most mennyire erősen korrelálnak? Itt van még egy másik eset, amikor egy másik, nem a tanítási adatbázison, hanem egy teljesen más adatbázison teszteltünk, akkor is ugyanezt kapjuk. És ami érdekesség, hogy ha megnézzük, hogy, hogy ez hogyan viszonyul a humán tesztelőkhöz, az jön ki, a mesterséges intelligenciának a minősítése az megfelel annak, mint hogyha kilenc jó humán szakértő végezte volna el ezt a minősítést, és annak az átlagát vesszük. Tehát a mesterséges egy egyébként ezt nagyon sokan hivatkoztak ezt a tavaly előtt megjelent cikket, ez, egy, ez a mesterséges intelligenciát illető, illetően egy, egy, nagyon érdekes eredmény, ami egyébként nagyon sok kérdést is felvetett. Más, egy kérdés például, hogy hogy van az, hogy valami jó, tehát hogy átlagosan ezt jónak szokták tekinteni, mert nem homályos, de mi van az esztetikában, mi van, hogyha direkt homályos? Hát például a portrét csinálunk, és a portrénak a közepe az éles, de a háttér az, 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 elhomályosodott. Ezt még meg lehet tanítani a rendszernek, külön a portrékra, hogy erre is figyeljen. Aztán mi van akkor, hogyha például ilyen képünk van, mint itt, főleg, hogyha kiveszünk egy részletét, ahol ködben úszik a táj. Ezt alkalmatlan elég rossz képnek lehetne minősíteni, pedig, hogyha jól megnézzük, mégis ez egy hangulatos tájkép. Tehát ilyenek még azért hátra vannak, hogy mi a szépség, mi az, hogy, hogy, hogy jól mutat a falon. Annak idején a, ugye a szépség az egy, az egy eléggé szubjektív fogalom. És annak idején csináltak olyan kísérteket, hogy otthon milyen tájképet akasztanák ki a falodra. Ez egy ilyen jó megkerülő kérdés. És ebből az jött ki, hogy azokat a tájképeket szeretjük, ahol, ahol valami mögött állunk, és kilátunk a nagy nyílt térbe. Ez, melyik pozíció? Ez a vadász pozíció. Ez vagy így öröklődött nekünk. az elmúlt években, mint elnök is említette, tényleg fontos volt, hogy több szabadalom is született itthon és külföldön. A, ez a bizonyos japán szabadalom az bekerült a szóni alkalmazásba is. És milyen lesz a közeli jövő? Most itt ugye azért vagyunk bajban, mert azt látjuk, hogy a, a sci a technológia és, a, és a lehetséges, ezek lehetséges kihasználása, tehát a, az alkalmazások, azok így összetolódtak. Tehát lehet, hogy van valami, azt mondjuk, hogy ez ez valami abszolút e, e, fantázia dolog, és másnap már megverted a boltban, és harmadnap pedig már használhatod. Tehát e, a távoli jövőre nem tennék te e, 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 meselést lenni, az biztos, hogy lesz önjáró autó csak azt nem tudjuk, hogy mikor valószínűleg ugyanakkor, mint a, mint a mint a, fúziós technológia, amire mindig azt mondják, hogy éppen tíz évre van a következő. Most éppen volt egy jelentős lépés a tegnapi nappal, majd meglátjuk, hogy mennyivel rövidült ez az állandóan tíz év. Tehát a közeli jövőről. A... Jelenleg vannak olyan, olyan virtuális valóság, vagy kevert valóság szemüvegek, HoloLens például, amit arra lehet használni, hogy például az orvosnak a szemüvegen keresztül megjelenik a le, mondjuk az MRI lelet, és ez így rávetítődik a páciensnek a, a, testére, és így jobban tud diagnosztizálni. Tehát ez egy, ezen mi is dolgozunk hasonlókon, és ez a, a közeljövőben valószínűleg egyre több alkalmazást nyer. A Hollands-nek van annyi hibája, hogy most csináltatott az amerikai hadsereg egy új típust a katonaságnak a Microsoft tervezésében, amitől a katonák elkezdtek szédülni, úgyhogy ez nem volt egy sikeres projekt. De ez is fejlődő képes, tehát előbb-utóbb ezekből nagyon jó megoldások fognak születni. Az előadásom elején említettem az intelligens teret. Adja magát, hogy akkor legyen intelligens a városunk is. Itt látunk egy alsóképpen képpen egy, egy várost, aminek a pontfelhőjét állítottuk elő, és itt fent pedig egy makettet, de egy virtuális makettet, amit modellezésként tudunk használni. Nagyon fontos, hogyha van egy ilyen makettünk, az a nagyon jó beséseket tudunk tenni, például a, a közlekedési balesetek megelőzésére, a dugók megelőzésére. Tehát ez a úgynevezett digitális iker, ezt, ezt használják egyébként a gyártásban, tehát a gyártórendszerekben, az a város modellezésben is szerepet fog kapni. Aztán vannak robotjaink, ugye arról már beszéltünk, hogy vannak guruló robotjaink, vannak repülők, ezek viszonylag simán mozognak. De, de mi van az a robottal, itt látjuk balra ezt a robot kutyát, a Boston Dynamics-től, ami, ami ugrál, vagy lépcsőmászik. mászik. Ennek a, az útvonal leírása azért már nem olyan egyszerű, és ha arról van szó, hogy a, a, a különböző robotok háromdimenziós rendszerjét akarjuk összevetíteni, akkor akkor itt majd még szükség lesz fejlesztésekre. És végül, visszatérve a műhold és légiképekhez, arra van szó, hogy, hogy időnként jön, jönnek nagy esőzések, árvizek itt Európában, és elvisznek mindent, majd jön a nyár, és kiszárad minden. Vagy pedig van is jönnek az erdőtüzek, most ezek ellen tenni kell, és például most ez egy Európai Uniós, illetve most már magyar elhatározás is, hogy visszatartjuk a vizeket. Tehát nem úgy, mint régen, hogy, hogy jöttek a belvizek, és akkor a belvizeket fantasztikusan szép mérnöki, te, mérnöki teljesítményen megépített ilyen átemelő művekben, ezt nézzétek meg, hogyha a körös környékén jártok, vagy a tisza, felső tisza környékén. Tehát visszamelték a vizet. Most nem biztos, hogy vissza fogják emelni a vizet, hanem valahogy próbálják megtartani, viszont ennek olyan következményei vannak, hogy kell modelleznünk, hogy hogy, változna, hogy változik ezzel az élővilág, hogy változik a, a, a talajnak a, a nedvességtartalma. Tehát fölülről sok mindent lehet látni, tehát egy következő ilyen munka lesz az, hogy, hogy ezeket a dolgokat is segítsük. Eladásom végére érve megköszönöm megtisztelő figyelmüket és különösen köszönetet mondok a ajánlóimnak, Dáson Istvánnak, Csúgai Árpádnak, Gáspár Péternek és Kevicki Lászlónak. És köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik támogatták és inspirálták a munkámat, kiemelve közülük Székely Vladimírt, Nagy György Imrét, Ábrám Lászlót, Cuni Lászlót, Roska Tamást, Zsózian Zerubiát az Dietmar Konstancból, Inzert Pétert, Bennedek Csabát, Majdik Andrást, Monostori Lászlót és Varga Istvánt. És valamennyi munkatársamnak köszönetet mondok, és külön köszönetet mondok a családomnak is. És folytatjuk. Köszönöm meg nagy köszönetet mondunk neked, hogy ezt az előadást végig hallgathattuk. De csak karácsony előtt vagyunk, meg majd jön egy új év is, szóval így advent idején ez egy nagyszerű előajándék volt számunkra. Én sokkal több lettem, mint ami voltam egy órával ezelőtt és még a milyen perspektívákat itt villantottál, azok csodálatosak, és akkor én majd vízügyben pedig keresni foglak neha. Ős... Igen, 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 ezt a tegnap este telefonon megbeszéltük. köszönöm szépen. E, és akkor itt most az történt, hogy a Tamás az utolsó feltételt is teljesítette a tényleges akadémikussá válás. E, útján, hogy úgy mondjam, a székfoglalóddal, és akkor így ténylegesen már levelező tagnak vagy nyilvánítható, és az még egy szokásos oklevéllel is meg lesz pecsételve, te ügyesebb vagy, így van, és akkor ott még össze van kapcsolva, és ezt visszateszem, és akkor én meg az nagyszerű, jó. Kicsit mutassuk magunkat a kamerának. Köszönöm. És én hadd gratuláljak Köszönöm. neked ehhez. Föl van nekem még két idézet, én úgy lelestem az előző osztályelnökök Től ellestem, akik ilyen székfoglalókat vezényeltek, és én is ehhez szoktam. Kettő idézet következik, csak ami talán vág, ugye az előadásod előtt választottam ki ezeket. Az egyik az Stephen Hawkingtól származik. Vannak, akik szerint a számítógépek soha nem mutathatnak valódi intelligenciát, bármilyenek is legyenek. Számomra azonban úgy tűnik, hogy ha az emberekben a nagyon bonyolult kémiai felépítésű molekulák képesek úgy működni, hogy intelligensekké tesznek bennünket, akkor a hasonlóan bonyolult elektronikus áramköröket tartalmazó számítógépek ugyancsak intelligens működést tanúsíthatnak. Ha viszont intelligensek, akkor még náluk is bonyolultabb és intelligensebb számítógépeket tudnak tervezni. Lássuk! Mondhatnám ezt. A másodikat pedig Newtontól vettem, mert hangulatában is szerintem emlékezzünk, itt föl vannak sorolva azok, akik a te mestereid és mentoraid voltak, hogy mit jelentettek ők neked. Rövid, és mindenki szerintem ismeri, és a látással foglalkozik. Ha távolabbra láttam másoknál, azt azért tehettem, mert óriások vállán álltam. Úgyhogy köszönöm szépen!